Az evolúció, mint Isten teremtő logikája című könyvet a budapesti bemutató után Győrben a Széchenyi István Egyetem könyvtárában ismerhették meg a hallgatók. A kötet szerkesztői beszéltek a kiadványról. A cím mondja a legtöbbet, hogy az evolúció, mint Isten teremtő logikája, bár kicsit hosszú is, de benne van a lényeg. És ez lerövidítve tényleg a hit és tudásról szól összességében. De ebből következik, hogy 17 szerző vett egyébként részt a mű megalkotásában, ezeknek egy jó része biológus, de ott vannak a teológusok, ott vannak a paleontológusok, a botanikusok, a egyházmegyei plébános úrtól elkezdve. Szóval sokféle funkciót betöltő ember. Én két kollégám szerkesztője voltunk ennek a könyvnek, hát írója is, de főleg szerkesztői. Főleg azt tartottuk be, mint vezérelvet, hogy mi, mint szakmai szerkesztők nem állítottuk a szerzőket egyfajta sínre, hogy így kell gondolkodni a témáról. A téma adott, és mindenki a magáét adja, a saját szakma kritériumait, a saját egyéni elképzeléseit. Aki hívő, az úgy, aki agnosztikus, az úgy fog megnyilvánulni, és ez a sokszínűség. Ez az, ami talán a könyvet igazán olvasmányossá teszi és élvezetessé. A szerzők Darwin munkásságán keresztül rávilágítanak arra, hogy szinte minden tudományágban megjelenik az evolúció, legyen az biológia, matematika vagy éppen fizika. A probléma az, hogy ez az evolúció, ez az evolúciós folyamat, amit a Föld bolygón 3,5 milliárd éve tart, ezt nem lehet még egyszer elvégezni. Ennek részeredményeit petricsészébe, kis tenyészetekbe, vagy kis telepeken nagyon-nagyon részleteit lehet vizsgálni, de magát az egész folyamatok a biológusok nem tudják lemodellezni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a természettudomány megközelítse ezeket a kérdéseket, és minél több kérdésre próbáljunk választ adni. Emellett természetesen a Homo sapiensben megjelent a lélek, és ezzel megjelent az embernek a hite. Itt nagyon fontos, hogy a természettudományos ismereteket, vagy a természettudományos ismeretek hiányát ne Isten hittel pótoljuk, de ha már az emberben megvan a hit, az Isten hit, akkor azt egyeztessük össze a természettudományos ismereteinkkel. A kötet 4 évig készült, mert a tanulmányokat lenyűgöző képekkel illusztrálták. A bemutatón elhangzott, ez a könyv kötelező tananyag lehetne a felső oktatásban, elsősorban a tanárképzésben, és mindazok számára, akik gyermekeink nevelésére készülnek.